Amint itt a kibontott burkolat részen is látszik, a beton mozgásával adódóan egy közel 10 centi szintkülönbség alakult ki a burkolat alapban, és emiatt hívődött fel az aszfalt burkolat. Emiatt vált szükségessé az elkerülő út burkolatának javítása. A problémát növelte, hogy amióta kitiltották a tehergépjárműveket a Kölesdi útról, azóta jelentősen megnövekedett a forgalom ezen az úton. A felújítás több ütemben zajlik, első szakaszban a Kölesdi út és a Hatos út között. Egy ütemben félpályán is lezárás van, tehát az egyik pályát javítjuk, utána pedig majd a másik felébe kerül sor, valamint a felső szakasz, tehát Kölesdi úttól felfelé Gesztenyes útig is javításra kerül. A félpályás útlezárás és az ezzel járó előzési tilalom, valamint 30 km/h forgalomkorlátozás egyelőre a Hatos útig tartó szakaszon van érvényben. A munkálatok folytatásáról a téli időjárás függvényében döntenek. A felújításra mintegy 4 millió forintot különített el az önkormányzat. Ez a rész az önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében van, ez a kátyúzási keretből történik, amit a Dunakom Kft. A kivitelezője. A tél beállta előtt több helyütt zajlanak még aszfaltjavítások a városban. A munkálatokat mindenütt táblák és korlátok jelzik. Vezessenek fokozott figyelemmel ezekben az utcákban.